Előbb az úszók hazai országos bajnokságán legyőzte Cseh Lászlót, hogy utóbb a tévéből nézze végig a világbajnoki szereplést, mert hogy betegség miatt lemaradt róla. Kenderesi Tamás úszó, aki viszont most már felépült, és egész szeptemberben visszatérésén gondolkodott, illetve elkezdte a felkészülést. A 19 éves Kenderesi Tamást, akinél gyorsabban senki sem tudott az elmúlt években hajrázni 200 pillangot. Na szóval őt kapcsoljuk, vele beszélgetünk már, és itt van velünk. Szia, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggel! Tamás, van-e rosszabb annál, mint tévében nézni egy VB-t, és mondjuk nekem legfeljebb az jut eszembe, hogy rádión hallgatni? Hát kevesebb rosszabb dolog van. Nagyon nehéz volt végignézni azt a 200 pillangót, meg így az egész VB-t. Hát nagyon sajnáltam, hogy nem lehetek ott. Ugorjunk most előre, ugye volt ez a vírusfertőzésed, legyengült a szervezeted, a VB kihagyását elsősorban a szervezet legyengülése indokolta, igaz? Hát igen. Igen, abszolút. Ez veszélyeztette volna az olimpiai indulásodat, hogyha ott erőlteted? Hát az indulás nem, ha nem is, akkor hát a gyógyulás az elhúzódott volna, és hát akkor az belehúzódott volna a riói felkészülésbe. Úgyhogy inkább nem kockáztattunk. Most hogyan érzed magad, hol tartasz a fokozatos újraterhelésben és a gyógyulásban? Hát úgy gondolom, hogy teljesen felépültem, és nem igazán vett ki belőlem ez az egész betegség úgy semmit. Nem is nagyon éreztem rosszul magam, tehát így a tünetek sem voltak olyanok, amiket mondtak, hogy ilyenek kellene lenni. Például lázam az nem volt, szóval tényleg elég jól végig átvészeltem ezt a betegséget. Hát, és most már ez az ötödik hete, hogy edzek. Szerintem egész jól mennek az edzések, és már majdnem ott tartok, mint ahol tartottam a VB előtt. Az a mi a majdnem, hogyha mondjuk ki akarjuk fejezni időben, század másodpercekben, másodpercekben? Tehát nem a versenyidőmet nézem ilyenkor, hanem mindig az edzésen úszott időket. Hát azok nagyon sokban hasonlítanak. Most voltam edzőtáborra másfél héten, ez csak ilyen ráhangolódós dolog volt egyesülettel. Szerintem nagyon jól sikerült, most jöttem haza, meg hát mindig edzésről edzésre megyek. Most is egyébként azért van ilyen zombi fejem, mert egy órát úsztam most 6-tól 7-ig, aztán még ezután is fogok egy órát, úgyhogy... Tehát két bezombulás között beszélgetünk most, egy kicsit mondhatjuk, hogy... Évvége felé jönnek majd a rövid pályás versenyek, és aztán nyilatkoztad erre, kíváncsi vagyok, hogy te miért nem kedveled igazán azokat? Hát nincs miért kedveljem. Tehát... nagyon sok forduló van benne. Tehát 3 helyet 7, és tehát alapból itt kezdődik az egész. Nekem a fordulom az nem az erősségem, bár szerintem nagyon sokat fejlődött. Hát igazából, hogy mit szeretnék elérni, azt így nem tudom megmondani. Igazából ez az egész rövid pályásos szitu, ez ilyen nagyon kérdőjel nekem, tehát mind az EB, mind az OB, hogy mi lesz. Hát az EB-re szeretnék mindenképpen kijutni. Majd meglátjuk, nem tudom. Mégis az, hogy nem kedveled, meg sok fordulós, szóval hányon szeretnél elindulni, és igazából mit akarsz majd lemérni ezekkel a nem igazán kedvenc versenyekkel? Hát a 200 pillangó most nem azt mondom, hogy akkora eltérés van az 50-es és a 25-ös között. Szeretném felmérni a formámat. Igazából az EB-n az első 10-be, vagy döntőt szeretnék úszni, hogy így majd az olimpiára azért tudjam, hogy milyen úszni egy felnőtt világversenyen döntőbe, így az olimpia előtt. Na most annak, hogy te kihagytad a VB-t, azt gondolná az ember, hogy akár lehetnek olyan előnyei is, hogy mondjuk egy titkos favoritot, egy tehetséget a többiek nem láttak egy nagyot úszni mondjuk így az olimpia előtti világbajnokságon. Mit szólsz ez a olvasathoz? Hát én úgy vagyok vele, hogy erre nem lehet felkészülni. Mindenki saját maga készül, és nem látjuk az ellenfeleket. Most
hogy ott vagyok, és úszok velük, és nem látnak, most az egy dolog. Szóval attól még ők megverhetnek engem, vagy fordítva. Ez mindig attól függ, hogy ott vannak ők is, és na. Értelek. Figyelj, nézzük ezt a magyar bajnokságot. Ugye 200 pillangón 1.54.79-el győzted le Cseh Lászlót, és a VB-re te 1.53-mal kezdődő időt ígértél a kapitánynak. Mondhatjuk azt, hogy ha nincs a betegség, akkor én most egy VB-érmessel beszélgetek? Hát, nehéz. Nehéz az a kérdés. Én remélem, hogy igen. Tehát én abszolút úgy készültem, hogy 53-at akarok húzni. Nem tudom, mennyi jött volna, mert itt azért, tehát a VB előtt is mondtam, hogy itt azért több dolog lesz, tehát nem úsztam még velük, így nem találkoztam még így a nagyobbakkal, 200 pillangón, meg hát itt az előfutam, középdöntő, ezeket mind meg kell úszni, tehát a Laci mindegyiket 1.53-ra úszta, uh-huh. Úgyhogy Én ezt mondtam akkor is, hogy ezt biztosan nem tudtam volna hozni. És a döntőben mit tudtam volna, azt tényleg nem tudom. Azt hogyan kalkuláltok? Milyen idő lehet elegendő Rióban a dobogóhoz? Hát szerintem nagyon szoros lesz a verseny, mert azért most a Phelps is úszott a VB-n kívül egy 1.52-t, ami azért nem elhanyagolható. Úgyhogy szerintem 53. Egyébként mit vársz említett példaképettől, Phelps-től az olimpián? Az mondjuk egy nagyon nagy szám lenne a példaképet megverni, nem? Hát az biztos. De nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy nagyon szeretnék vele már régóta találkozni, és minden álmom ez. Úgyhogy vele kapcsolatban csak ennyi. A hajrád, ahogy ezt említettem az elején, ugye 28-60, az utolsó 50 méter, ez eléggé fenomenális. Az úszás technikai részletekben a fordulóról már ejtettünk szót, de hogyha a hajrát nézzük, ahhoz képest mi az, ami most drasztikusan szeretnétek javítani? Hát abszolút a kezdésen, az alapgyorsaságon. Ebben van Lacinak nagy előnye, hogy százon is VB ezüstérmes, kétszeresen is, az biztos. Most nem tudom, hogy pontosan, de tehát ő eléggé gyors, és az alapgyorsasága sokkal gyorsabb, mint az enyém. Most ugye a hajrám az gyorsabb, az úgy oké, de fel kéne gyorsítani a távnak a többi résztávot is. Na jó, az utazósebességet is növelni kéne, igen, hogy így fogalmazunk. Egyébként ez alkat kérdése is, tehát hogy tulajdonképpen egy olyan végén robbantós fajta vagy, mint mondjuk Gyurta Dani. Igen, szerintem alkattól is függ. Most nem vagyok 90 kiló, hanem csak 73, úgyhogy szerintem ez is benne lehet, bár már kezdtem magamra szedni néhány kilót, szerencsére. Hát mondom, megpróbáljuk ezt, hogy itt az alapgyorsaságot növelni, és akkor összeérhetnek a célok. Márpedig az, amiről, hát nem tudom, mikor beszéltetek, említett Gyurta Danival utoljára, a közös fogadalomról, mármint, hogy Rióban olimpiai bajnoknak lenni. Az országosom. Került szóba, igen. Akkor él ez a fogadalom. Igen, persze, és erre készülök abszolút. Tehát felírtam a szekrényembe is, meg minden, úgyhogy ott van, minden nap látom, minden edzés elején látom. Ezért, meg kell csinálni. Tamás, ezért érdemes zombibá válni reggelente. Igen, jaj, ne is mondd. Na mindegy, jó munkát mára is. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Köszönöm. Szia.